Pamela medvemama és Bocsai 8-ad magukkal élnek ezen a két medvének elégséges helyen. Hiányzik továbbá a sziklákkal és vizes árokkal komfortossá tett hatalmas medvegödör is, ahol jobban éreznék magukat az állatok. A Nagyváradihoz hasonlóan felépített több mint 30 romániai állatkert működését 2002-ben szabályozta a 191-es számú törvény. Ebben az áll, hogy fogságban is az állat egészségét és jó közérzetét figyelembe véve kell kényelmes életkörülményeket teremteni. A jogszabályt 2004-ben egészítették ki az Európai Unió sokkal szigorúbb ajánlásaival, amelyek minél kevesebb rácsot és a kihalás szélén álló fajok védett körülmények közötti szaporítását is javasolják. A legtöbb romániai állatkert egyetlen elvárásnak sem felel meg, ezért kezdtek lóhalálában a zoológiai parkok rendbetételébe. Jelenlegi helyzetet modernizáljuk, megvalósítsuk azokat az állatkert működésre szükséges feltételeket, így a különböző szemét, gyűjtőterület, annak az elkülönítése, szállítása, kezelése, az állatok által termelt vizeletés fekáliának az elvezetése. A nagyváradi állatkertben a 60-as évek óta minimális beruházások voltak, hiszen a városnak fontosabb volt hiányos víz- és úthálózatának kiépítése, még a rendszerváltás után is. A jelenlegi szűkösebb állatkert modernizálására 1,5 millió eurót költ a város.